itt az idő, hogy elmondjam, ami már nagyon régóta böki a csőrömet. Emlékeztek még 2019-ben, amikor BT meg Petya drámája zajlott? BT elmondott egy nagyon fontos mondatot. Abból a csoportból, ahonnan mi elindultunk, igazából négyen maradtunk meg. Ami úgy hangzott, hogy abból a csoportból már csak négyen vagyunk, akik elkezdték. De vajon ki lehet ez a titokzatos negyedik? Ez a titokzatos negyedik ember folyamatosan azt kapta, hogy figyelj, amúgy nem rossz, amit csinálsz, csak ez már amúgy jó lesz, ez egészen kezd jó lenni, csak kell valami plusz. És ez az egy ember, aki visszatartott attól, hogy a többiekkel játszon, ez a titokzatos ember Dover. Amikor ez a három ember elért valamit a ringben, ő jött és gratulált. Ez a negyedik ember nem kapott semmi ilyesmit. Hol van a gratulációm, Dover? Ha? És te hol vagy? Arra gondoltam, hogy összegyűjtök mindannyian kis apróságot, ami esetleg a sikereid útjában állt eddig. Az összes olyan dolgot, amit az elmúlt évek alatt észrevettem, hogy esetleg nem jól csinálod, vagy sehogy nem csinálod. Minden, ami eszembe jutott, két dologra vezethető vissza. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 12 éves Zozi és a 23 éves Zoltán ugyanaz a szint. Egyszerűen lusta vagy. Mindig volt tehetséged, volt eszed, megvoltak a skijeid. Ez soha nem volt probléma. Csak amikor egy kicsit is kellett volna többet tenni, amikor csak azt kellett volna, hogy igazán jó legyél, csak hogy kilépj a komfortzónádból, akkor soha nem tetted meg. Hazamentél, leültél, és nafisztál. Én komolyan mondom, esküszöm. Szívből kívánom, hogy találd meg a helyed ebben a szakmában. De ez a hely nem a kötelek között lesz. És most már mindjárt lejár az idő, Dovernek vissza kéne mennie, és Szalai megakadályozza és visszarántja őt a padlóra, és vége! Elért tízig Krisz bíró! Zoltán, ez most nem a te dicsőséged napja. Dicsőség nem jár annak, aki csak követelőzik, panaszkodik, de a munkát nem teszi bele. És látod, megint oda kanyarodunk vissza, hogy fogalmad sincs a világról, na de hogy rólam sincs fogalmad. Az elmúlt pár évben, mondjuk legyen 10 év, amíg te próbáltál felnőtté cseperedni, addig én az életemet kockáztattam a magyar pankrációért és a HCB-ért. Tisztában vagy vele, hogy én ki vagyok? Mert azt állítod, hogy igen. De ha igen, akkor tudhatnád, hogy hardcore birkózni velem egy másik szint. De ez nem a te szinted. Jaj, Dover! Kettőnk közül, hogyha valaki nem ismeri a másikat, akkor az nagyon valószínűséggel te vagy. Az emberek nagy többségével ellentétben én nem szoktam olyat állítani, ami nincs úgy. Kettőnk közül ki fog győztesként távozni a dicsőség napjáról, azt nem tudom. Bőven elég, hogy elhiszem. Már pedig kurvára elhiszem. És hogyha én elhiszem, akkor mindenki más is el fog hinni. Ez lesz a te szomorú valóságod. Ezért nem fogod soha elhagyni ezt a ringet úgy, mint aki ugyanaz a szinten van, mint én.